Győr-Moson-Sopron megye település fejlesztési koncepciójával ismerkedtek a környék polgármesterei Moson-Magyaróváron. A rendezvényen dr. Rechnitzer János egyetemi tanár tartott előadást a térség fejlesztésének jelenlegi állásáról. A koncepció lényege, hogy egy dinamikus, innovatív és otthonos megye jöjjön létre. Győr-Moson-Sopron megye nagyon jó adottságokkal rendelkezik, mindig példaértékű volt, úgy hívtuk, hogy mindig egy zászlós hajója volt a magyar fejlődésnek, a magyar megújításnak, hát ezt szeretnénk tovább élénkíteni, itt kis lépésekbe tudunk haladni. Kovács Gábor, Lébény polgármestere, az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Nem szabad ilyen szigetszerűen a jövőben leledzeni, mint eddig volt, hogy Óvár és Győr, hanem ez a két város, nagyváros azért sok mindenben már összekapcsolható, össze is kötődik saját maga útján, ezt kell erősíteni. A koncepció egyik sarkalatos pontja, hogy ne csak belföldben gondolkodjanak a települések. A határon túli kapcsolatok szélesítése is nagyon fontos. A városok és falvak javaslatait, ötleteit igyekeznek beépíteni a még készülő településfejlesztési tervbe. Az utolsó konzultációra kedden Győrben kerül sor.